Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, a belső istennőt. Ennél a jóslásnál a te nőiességedről van szó, és arról is, hogy ő hogy lát téged, mit gondol rólad, milyenek az érzelmei, mindez gyertya mágiával. Ez a gyertya szimbolizálja a korona csakrát, itt megvan a spirituális terület, egy kapcsolat az égi hatalommal, hogy ők segítsenek a szerelmi élet területén. Otthon meggyújthatsz egy piros gyertyát, ezzel aktiválod a szerelmet közted és közte. Amikor ezzel dolgozol, akkor nézd a képét, vagy gondolj rá, és akkor így megvan a kapcsolat energiailag kettőtök között, és én ezzel a gyertyával segítek mindabban, hogy meglegyen az égi segítség, meglegyen a vonzalom kettőtök között, legyen egy sorsdöntő szerencsés fordulat. Ha többször megnézed ezt a videót, újra és újra dolgozhatsz a gyertya mágiával. A videó végén átküldöm az energiát, helyezd magad kényelembe, ha akkor látsz egy képet magad előtt, vagy egy fogalom jut eszedbe, akkor annak van egy jelentősége. Ha többször megtekinted a videót, akkor új képek jelennek meg, új fogalmak, és akkor aktuálisan az hat ki az eseményekre. Itt látható három kártya, és jelenti a közeljövőt. Itt ez a torony vagy azt, hogy ő szeretne veled együtt kiépíteni valamit, megnagyobbítani valamit. De ez a torony lehet korlátozás, vagy egy hivatalos dolog, egy bírósági ügy. Itt a kulcs lezárja ezt az eseményt, és egy időben kinyílik akkor egy új ajtó, egy új lehetőség. Itt a virág jelenti a tiszta érzelmeket, a tiszta gondolatokat. Itt tisztázódni fog valami. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt, ezen a helyen arról van szó, hogy hogy látnak mások téged, mint egy nő, vagy hogy lát ő téged, a te nőiességedet. Itt a lilium virág jelenti a te tisztaságodat, és mások, ő is így lát téged. Amit a lilium virág még jelenthet, ezek a szexuális témák, lehet, hogy megvan nálad ez a kisugárzás, és ő ezt is látja benned, vagy mások. Itt látható a transformáció. Hogyan tudnád megváltoztatni a külsődet, a nőiességedet, vagy a hozzáállásodat? Itt kezdetben még vannak nehézségek, hiszen nem tudod elképzelni azt, hogy milyen jól hatsz másokra. Valahogy itt a kövek azt jelentik, hogy vannak félelmek vagy bizonytalanságok még nálad. Ez a transformáció akkor azt jelenti, hogy tüntesd el a köveket az élet utadból, és légy magabiztos, légy annak is tudatában, hogy megvan a szépséged, megvan a nőiességed, ő ezt látja benned, mások is. És itt ezen a helyen van a te nőiességed, mit hogyan tudnál megváltoztatni. Légy magabiztos, mert ez a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudsz gyökerezni. Jelenti a gyógyító erőt is, hogy minden rendeződik, de jelenti a türelmet, és légy kicsit türelmes, amíg ő kimondja azt, hogy szeret téged, meg tetszel neki, beszél arról, hogy hogy látja a te nőies energiádat. Milyen nehézségek vannak?
ami téged illet, a nőiességedet, esetleg a szerelmet, tulajdonképpen itt megvan a kapcsolat kettőtök között, akkor is, ha te még bizonytalan vagy, ezek a te saját érzelmeid, ahol itt még botladozol, de ő tulajdonképpen elégedett veled, megvan köztetek a kapcsolat. Mi ad számodra erőt? A hited. Hiszen ez a kártya jelenti a reményt, a hitet, a bizalmat, de egy utazást is, ebben az esetben inkább olyan belső utat, egy lelki kapcsolatot kettőtök között, ha ezt érzed, ha ezt tudod, akkor ez erőt ad számodra. Itt tulajdonképpen az van, hogy deine Gefühle, deine Gedanken, tehát a te érzelmeid és a te gondolataid, de mivel itt arról van szó, hogy ő hogy lát téged, akkor megváltoztatom ezt, és megnézzük az ő érzelmeit, és az ő gondolatait veled kapcsolatban. Az ő érzelmei. Ez a kulcs jelenti a magabiztonságot, ő biztos a dolgában, és jelenti azt is, hogy nyitott arra, hogy érzelmekről beszéljen. És az ő gondolatai veled, vagy veletek kapcsolatban. Ha te egy hölgy vagy, és itt tulajdonképpen a nőies energiáról van szó, tehát te jelensz meg az ő gondolataiban, sokat gondol rád. És itt látható felül a te belső istennőd, vagy az, hogy milyen segítség van felülről az égi hatalomtól. Itt lesz mozgás, előre mennek az események, ez a férfi közeledik hozzád, itt kialakul valami, egy szép párkapcsolat, hiszen megjelensz az ő gondolataiban, biztos a dolgában, keresi veled a kapcsolatot, itt a remény, a stabil párkapcsolat, tisztázódnak bizonyos dolgok, az egyetlen nehézség itt a kő, illetve kövek, ez jelenti a te félelmeidet, meg a te bizonytalanságaidat. És most megnézzük, hogy mit üzen a gyertya mágia. Leírhatod a kommentárba, hogy most melyik szó jutott eszedbe, vagy milyen képet láttál magad előtt. Én egy lepkét láttam, ami jelenti a könnyűséget és a lelki dolgokat, hiszen a régi kultúrában a lepke az szimbolizálta a lelkünket. Itt van köztetek egy lelki kapcsolat. Én nagyon örülnék annak, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy ha tetszett a videó, akkor ha lájkeled, vagy ha jelentkeznél a csatornámra. Tulajdonképpen meglátogathatsz a Facebook oldalon is, kettő van, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a mai naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!